Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlan Sámok könyvírója és az Ingatlan Sámok klub megalapítója. Ennek a videónak a címe, te az agyaddal keresed a pénzt, vagy az agyaddal is keresel pénzt. Ugye sokan azt mondják, hogy én ezt szoktam mondani, amikor valaki, főleg mikor alkalmazott voltam, hogy mondják, hogy mert te nem csinálsz soha semmit, és akkor mondtam, hogy gyerekek, de hogy nem, mert amíg a test passzív, a szellem aktív. Tehát nincs, hogy én nem csinálok semmit, de persze ezt visznek gondoltam akkor. Hát ők nem volt humorérzékük, ennyit tudok segíteni. Viszont a lényege az egésznek, hogy viszont ezt egy Kiyosaki könyvben olvastam, lehet, hogy az ő mondása, lehet, hogy nem, hogy a gondolkodás a világon a legnehezebb munka, ezért csinálják olyan kevesen. És igazából az alkalmazotti lét is egyébként ezt támasztja alá, ugyanis ott valaki mindig megmondja, hogy mit csinálj. És ha megnézed a nagy multikat, olyan szintre vannak most már redukálva ezek a különböző tevékenységek, vagy nem tudom, hogy mondjam, munkasorrendek, munkafolyamatok, hogy konkrétan egy ilyen hikomatos hülye gyerek is el tudja végezni. Bocs, elnézést, de tényleg ez van. Ez nem a hülye gyereknek a sara, hanem egyébként ők redukálják le ennyire. Megnézed egy McDonald's-et akár, ha belegondolsz, hogy fiatalok el tudják irányítani, el tudják vezetni, olyan, annyira jó a rendszere, ugyan ilyen esetleg egy Audiba, ha elmész, vagy bármilyen ilyen gyártósorra, hogy egy bizonyos mozdulat, azt megtanulod, profi módon csinálod, ha hiszed, hanem nem kell gondolkoznod, nem kell gondolkoznod, hogy ezt oda nyúlok, idehozom, oda teszem, ez tök automatikus mozdulatok lesznek nyilván egy idő múlva. Úgyhogy én azt tudom neked javasolni, és én ezen tényleg rengeteget agyalgok is, és valamikor tényleg ezért megyünk el 2-3 hétre nyaralni, mert azután jönnek azok a úgymond teremtő gondolatok, amik tényleg tudom, hogy előre visznek, és ötletek özöne jön ki belőlem, de ahhoz nekem konkrétan ki kell szakadni a mindennapokból, nincs telefon, nincs tévé, külföld lesz lehetőleg, tehát hogy még csak az sincs, hogy valaki ismerőssel összefutok, egy bizonyos távolságon túl már nem szoktam. És akkor tényleg az agyammal keresek pénzt, igenis ki kell gondolni, hogy mit akarok, arra írsz egy tervet, oktatóanyagot csinálsz, könyvet írsz, tök mindegy, én is ezt csinálom, és egy ilyen akkor tényleg az, és ezzel tudsz a relatíve sok idő elmegy vele, meg nem annyira könnyű, mint aminek látszik, viszont amikor úgy megvalósulni látszik, ez egy tök jó. Most mondok egy példát, ugye írtam a könyvet, vagy van a Udemy-n oktatóanyagom, és amikor azt valaki megveszi a nagyvilágban, ez egy tök jó dolog. Lehet, hogy nem vettek még olyan őrült sokat, viszont ez onnantól rá se kell néznem. Nyilván teszek újabb és jobbnál jobb oktatóanyagokat fel és ingatlanos témában, természetesen. De ettől függetlenül onnantól ezt az agyammal kerestem, ez egy gondolat volt, egy érzés, amit leközöltem, ötletek, hogy te mit csinálja, hogy tudod még jobbá tenni az ingatlanos befektetésedet. És erre, amikor van fizetőképes kereset, ez egy tök szuper dolog, mert onnantól az enni gyerekek nem kér, jó? Nyilván ezt az Ingatlan Sámok című könyvet is nekem egyszer kellett megírni. Azóta nyilván, hát köszönöm, hogy veszitek, de röviden ez a lényege, hogy ezek mind ilyen szellemi termékek, amik belőlem relatív egyébként nagyon könnyen kijönnek, valakiből nehezebben, ez csak egy gyakorlás kérdése, inkább azt mondom neked. De tudom javasolni, hogy igenis ülj le és gondolkozz, hogy miből tudnál, hogyan tudnál pénzt csinálni úgy, gyerekek, hogy még élvezed is és örömet is okoz. Mert ezt a kettőt össze tudod kötni, hogy most mondok egy példát, most volt egy ilyen személyes klub találkozónk, ingatlan klub, 80 vagy, tehát 90 voltunk, ugye ez ilyen kis csoportokat csinálok én, és én tök jól éreztem magam végig. Közben pénzt is kerestem. Tehát gyerekek, ennél jobb a világon sincs, jó? Úgyhogy tényleg kezdj el gondolkodni, hogy neked mi az, amitől te tényleg előre tudnál jutni az életben. Ha van ötleted, dobd fel a videóval, és akkor ha tudok, akkor segítek, jó? Köszönöm, hogy megnéztél. Szia!